Sziasztok, kedves nézőim, és csodálatos vasárnap helyett, hétfő délután kívánok mindenkinek, hiszen november 1-e van. Halottak napja? Így van, halottak napja, úgyhogy ma nem melóztunk, nem mentünk iskolába, nem csináltunk semmit, hanem helyette streameltünk reggel, most pedig elérkeztünk a mai második streamhez, ami ígéreteimnek megfelelően ismét csak LEGO stream, épül az 1989-es Tim Burton féle első Batman filmnek a Batmobilja, gyakorlatilag ez az ötödik közvetítés, amiben építem ezt a szettet, viszont a ma délután biztos, hogy be fogjuk fejezni,
ezt a csodálatos építményt, hiszen már csak 4 darab zacskó van hátra, amit ki kell bontanom és meg kell építenem. Ebből 3 darab, az még mindig a Batmobilnak az építése, a negyedik zacskóban pedig a Batmobil aljára rakható és ilyen forgatható állványnak a megépítéséhez szükséges alkatrészek kerültek. Úgyhogy bele is vágok itt a dolgokba. Nem húzom az időt, kicsit előrébb tolom az eddig elkészült Batmobilunkat, ami egyébként látszik, hogy ez itt konkrétan a Batmobil, tehát hogy már annyira, ennyire előre haladott állapotban van az építés, hogy már bárki meg tudja mondani, hogy ez Batmannek az ikonikus járműve, és lényegében nincs sok hátra. Itt a második képernyőn látjátok, hogy gyakorlatilag még az autónak itt a hátsó fertáját kell megépíteni és felrakni a kerekeket, mert azok még nincsenek meg, és utána gyakorlatilag végeztünk. Az utolsó simítások tényleg csak az lesznek, hogy megépítjük azt az említett speciális állványt, aminek az a különlegessége, hogy tényleg általa így forgathatóvá válik maga a jármű. Közben Samu írja nekünk a chatben, hogy nem tudom, láttátok-e már, de most jött ki az új Boba Fett sorozat trélere. Az a helyzet, hogy én teljesen lemaradtam róla, mert az elmúlt 20 percet azzal töltöttem, hogy felkészüljek a streamre, ami azt jelenti, hogy beállítottam a technikát, beállítottam a mobiltelefont a második kamerának, beállítottam a lámpákat, adtam enni a macskának, illetve készítettem be magamnak vizet, úgyhogy pont lemaradtam a Boba Fett sorozat előzeteséről, de amint végeztünk a streammel, szerintem rögtön meg fogom nézni. Én azok közé tartozom, akiknek nagyon tetszett egyébként a The Mandalorian sorozat, és ugye a második évadban, a Mandalorian második évadában feltűnt már Boba Fett is, és lényegében a harmadik Mandalorian évad gyakorlatilag, hát nem azt mondom, hogy előzménye, de hogy így gyakorlatilag a decemberben érkező, ha jól emlékszem, decemberben fog jönni a Boba Fett sorozat, tehát hogy a decemberben érkező Boba Fett sorozat lényegében egy ilyen kis, hát én legalábbis úgy tekintek rá, hogy egy kis így ajándék nekünk, amíg megérkezik a harmadik évad a Mandalorianből, aminek egyébként legjobb tudomásom szerint már el is kezdték a forgatását. Tehát, hogyha minden igaz, és jól olvastam az interneteken, akkor már gyakorlatilag forog a Mandaloriannek a harmadik évada, és én nagyon várom a folytatást, mert sokakkal ellentétben nekem nagyon tetszik. Nagyon tetszik ez a sorozat, sokkal jobban tetszik például, mint a legutóbbi trilógia. Erről ugye korábban egy csomót beszélgettünk, még az év elején, amikor még futott a második évad, amikor elkezdtem streamelni januárban, akkor még javában tartott a második évad, és akkor rendszeresen beszélgettünk itt a stream keretén belül az új részekről. Közben látom, hogy összegyűlt szinte mindenki. Itt van ugye Samu, itt van Bencuska, velünk van Jamina, itt van Pancake Speedy, azaz Balázs, a sok Balázsunk egyike. Ugye, gyakorlatilag valahogy úgy hozta az élet, hogy itt az én csatornámon a közönség soraiban rengeteg Balázs található, és Pancake Speedy köztük az egyik. Bencuska pedig azt írja, hogy ő már azt várja, hogy mikor jönnek ki magyar szinkronosan ezek a Disney sorozatok, és hát gyakorlatilag azt tudjuk, hogy jelen állás szerint valamikor 2022-ben fog megérkezni Magyarországra a Disney Plus szolgáltatás, és nagyjából biztos vagyok egyébként benne, hogy amikor elérhetővé válik Magyarországon a Disney Plus, akkor ezek a Star Wars sorozatok, mint amilyen például a Mandalorian, vagy amilyen a Boba Fett,
azok szinte biztos, hogy már szinkronos formában lesznek elérhetőek a magyar Disney Plus-on. Ugye egy pontos dátumot még nem tudunk. Eredetileg az év elején még úgy volt, hogy idén el fog indulni itthon a Disney Plus, de aztán gondolom részben a pandémia miatt erre nem került sor, úgyhogy eltolták jövőre a hazai premiért, és ugyanúgy, ahogy például az HBO Max esetében, de egyelőre nincsen semmiféle hivatalos kommunikáció azzal kapcsolatban, hogy vajon 2022-n belül mikor várható az indulás. Én azt gondolom egyébként, hogy nyárnál előbb valószínűleg nem lesz Disney Plus Magyarországon, de aztán hát ha nem lesz igazam, és majd megcáfol a Disney, de hogyha nekem fogadnom kellene, hogy mikor lesz legálisan itthon Disney Plus, akkor azt mondanám, hogy szerintem nyárnál előbb, nem tudunk majd előfizetni. De annak örülnék a legjobban egyébként, hogyha megcáfolna az élet, és már mondjuk nem tudom, ilyen február magasságában egyszer csak bejelentenék, hogy na, emberek, itt van a Disney Plus, készítsétek elő a bankkártyáitokat, én az elsők között fogok előfizetni egyébként a Disney Plus-ra, mert hogy tök jó lenne, hogyha nem kellene letöltögetni a különböző Star Wars, illetve Marvel sorozatokat ahhoz, hogy megnézhessem őket, hanem csak lehuppanhatnék a tévé elé, megnyomhatnék egy gombot és elindíthatnám a belejátszást. Tehát, hogy nem tudom, mennyi lesz itthon a Disney Plus. Azt gondolom egyébként, hogy ilyen 3000 forintra satszolom egyébként az előfizetési díjat, a kezdő előfizetési díjat, 2500-3500 forint környékére satszolom, és egészen biztos, hogy amint elérhetővé válik, és magyar bankkártyával, magyar e-mail címmel be lehet regisztrálni, én az elsők között fogom ezt megtenni. Mert hogy most arra azért gyakorlatilag, hát ha nem is havi rendszerességgel, de hogy, és ahogy majd telik az idő, ez egyébként úgy fog sűrűsödni, de hogy most már folyamatosan lesznek olyan tartalmak a Disney Plus-on, amikért én szívesen fizetek, és itt most nem csak a Marvel sorozatokra gondolok, amiből ugye érkezik majd jövőre többek között a She-Hulk, a Miss Marvel, a Holdlovag, illetve sorolhatnám még a többit, ugye lesz Armor Wars, aztán lesz Secret Invasion, ezek mind sorozatok, amik a Disney Plus-ra fognak érkezni, és emellé ugye érkezni fognak a különböző Star Wars szériák is, úgy, mint ugye a Mandaloriannak a harmadik évada, aztán jön az Ahsoka tanúnak a saját sorozata, jön Obi-Wan Kenobi-nak a saját sorozata, jön, ugye biztos vagyok benne, hogy jön a Bad Batch-nek a második évada, ugye ami egy animációs széria, és én ezeket mind szeretném megnézni, és hogyha van rá mód, akkor nem szeretném letölteni, hanem csak a Disney Plus alkalmazáson keresztül szeretném őket megnézni. Ugye tavaly még az volt, hogy tudtam nézni itthon a Disney Plus-t, mert hogy van egy Revolut bankkártyám, amivel lehetett regisztrálni brit fiókot, és hogyha van külföldi Disney Plus előfizetésed, akkor gyakorlatilag itthon is tudod nézni a Disney Plus-t. Viszont ugye január 1-én szépen beütött a Brexit, ami egyben azt is jelentette, hogy a britekre már nem vonatkozik az uniós törvény, hogy a brit előfizetéssel az unión belül bármelyik más országban is elérhető legyen a Disney Plus, úgyhogy gyakorlatilag január 1-ével rögtön le is halt az előfizetésem, nem tudtam többet nézni, és sajnos nincsenek olyan ismerőseim, akik mondjuk skandináv országban élnek, és tudtak volna nekem csinálni egy akkontot, amit itthon tudtam volna nézni, úgyhogy január óta sajnos kénytelen vagyok lemondani a Disney Plus-ról, és bármennyire is szörnyű, de a kedvenc sorozataimat, amiket nézni akartam, azt sajnos kénytelen voltam leszedni az internetről, a TK-ból,
és tényleg nagyon bízom benne, hogy ennek hamarosan vége lesz, és legálisan tudom majd itthon Magyarországon is nézni a Disney Plus-t. Közben Gary Field írja a chatben, hogy párom kérdezi, hogy a Home Alone Lego építés lesz-e majd. Őszintén szólva ezt még így nem tudom, mert hogy az a helyzet, hogy én nem vagyok akkora leszkesetek betörők rajongó, hogy megvásároljam a Home Alone készletet, viszont nincs kizárva, hogy lesz rá lehetőségem, hogy valamilyen módon hozzájussak. Amennyiben az én kezeim közé kerül egy Home Alone készlet, akkor azt már most megígérhetem nektek, hogy amennyiben össze tudom rakni itthon, az biztos, hogy egy streamnek a keretében fogom megtenni. Viszont ezt nem tudom megígérni 100%-ra, hogy ez meg fog történni, mert hogy jó magam biztos, hogy ahogy a Titanicot, úgy a Home Alone szettet sem tervezem megvenni. Úgyhogy ez egyelőre még kérdéses, hogy vajon ezen a csatornán lesz-e ilyen építés, Lego építés, de tényleg amennyiben bármilyen más forrásból megérkezik hozzám egy Home Alone szett, akkor biztosak lehettek benne, hogy azt streamben fogom megépíteni. Közben megérkezett hozzánk még egy Balázs, méghozzá Blaisect. Szavasz Blaisect, mesélj, mi a helyzet? Mi a helyzet? Társasoztatok már az X-Mennel, vagy még te is csak ott tartasz, hogy kibontottad a dobozt és nézegeted, hogy milyen jó, hogy megvan. Blaisect-tel közösen rendeltük meg egyébként a Marvel United X-Men társast, viszont hiába van már lassan nálam egy hónapja a társas játékon, még mindig nem jutottam el odáig, hogy játszhassak vele, ami tök szomorú, de sajnos ez a helyzet. Közben Jerry Field írja, akkor muszáj lesz megvennünk és nekünk streamelni. Amennyiben ez így ebben a formában meg fog valósulni, akkor megígérem, hogy ott leszek, és figyelemmel fogom követni a Home Alone háznak a megépítését. Bár tényleg én nem tervezem, hogy megvásároljam azt a szettet, ettől függetlenül úgy gondolom, hogy egy tök jól sikerült Lego készlet a Home Alone, tehát hogy tényleg hát az a ház az pontosan úgy néz ki, mint a filmben, tele van ugye utalásokkal a sztorira, tényleg szerintem egy tök igényes Lego szettről van szó, viszont tényleg nem vagyok, egyszerűen soha nem szerettem annyira a Reszkesetek Betörők filmet, hogy most közel 100 000 forintot kiadjak egy ilyen készletre. Ebben nyilván közrejátszik az is, hogy 100 000 forint azért elég komoly összeg, továbbá tényleg eljutottam, és ezt már rengetegszer megbeszéltük, de amikor ilyen nagy Lego készletek kerülnek szóba, akkor mindig elmondom, eljutottunk oda, hogy egész egyszerűen ebben a lakásban, ahol most lakom, nincsen hely ilyen kifejezetten nagy Lego készleteknek a tárolására, úgyhogy amikor beszerzek egy Lego szettet, akkor komolyan el kell gondolkodnom azon, hogy az oké, hogy összerakom, de hogyha összeraktam, utána hova fogom rakni, mit fogok kezdeni vele, úgyhogy óriási first world problem, tudom, de hogy tényleg ez a helyzet, hogy nagyon át kell gondolnom minden nagyobb Lego szettnél, hogy oké, hogy mondjuk van rá pénzem és meg tudom venni, de hova fogom rakni. Úgyhogy mivel tényleg a Home Alone nem annyira dobogtatta meg a szívemet, úgyhogy ennél a szettnél hál' Istennek nem volt olyan nehéz döntés, egyszerűen eldöntöttem, hogy hát ezt most kivételesen nem fogom megvenni. Úgyhogy ennyi. Közben Kisdió is megérkezett hozzánk. Szia Kisdió 89, nagyon szépen köszönöm, hogy bekövettél a napokban. Örülök, hogy itt vagy, remélem, hogy szórakoztatónak fogod találni a mai legós streamünket, aminek a keretén belül végre befejezzük ezt a csodálatos Batmobilt. Érdekes egyébként, hogy igazából ezzel a Batmobillal is úgy voltam, mikor megjelent, hogy úgy voltam vele, hogy nem akarom megvenni, mert hogy valamikor ugye megjelenés környékén láttam élőben is, valamilyen furcsa módnál fogva, akkor még nem tetszett, aztán eltelt 2 év, és hirtelen komoly
vágyat éreztem arra, hogy nekem ez a Lego set meglegyen, és hát amint láthatjátok, nem is tudtam ellenállni ennek a készítésnek, ennek a vágynak, és beszereztem, és most összerakom. Egyébként, ahogy azt már említettem korábban, többek között a nézőknek is köszönhető egyébként, hogy összetudom rakni ezt a készletet, hiszen többen is beszálltak donation formájában a megvásárlásba, amiért egyébként roppant mód hálás vagyok továbbra is mindenkinek. És akkor most bepattintjuk ide ezt a cuccot, de hogy így őszintén szóval fogalmam sincs, hogy ezt így hogy kell ide bepattintani. Nagyon érdekes ez a megoldás. Nem láttam még ilyet a Legónál. De hogy sikerült, fölkerült ugye, fölkerült a hátsó része is a Batmobilnak, az utolsó ilyen nagyobb forma, és közben mutatom egyébként, hogy ilyen fasza funkciók vannak itt, hogy kinyitható ugye a pilótafülke, ráadásul pont úgy, ahogy a filmben, hogy itt szépen előre csúszik maga a pilótafülke, itt pedig itt vannak a megkinyitható gépágyúk, amiket a filmekben is láthattunk, és most viszont még egyelőre így nem szereltem be azt a kis csavarót, amivel tudom mozgatni, úgyhogy nem tudom megmutatni, de ezzel együtt egyébként végeztem a 21-es csomaggal, úgyhogy már bontom is ki a 22-est, és folytatom az építést, és közben Blazek írja a chatben, olvastam, hogy a Venom 2 az egyik legjobban eltöltött 96 perc volt. Igen, természetesen a Venom 2 egy fantasztikus film. Remélem, hogy az összes kategóriában meg fogja nyerni az Oscar díjat, mert megérdemli. Természetesen nem. A Venom 2 szerintem még az első résznél is sokkal rosszabb, pedig már az első rész sem volt jó. Tehát, hogy tegnap este, ahogy itt mondtam ugye a streamben, elmentem, és megnéztem egy esti vetítésen a Venom második részét, és egész egyszerűen döbbenetes számomra, hogy lehet 2021-ben ennyire pocsék és nevetségesen béna képregényfilmet összehozni. Tehát a sztori az szerintem katasztrofálisan béna, borzasztóak benne a színészek, tehát hogy Tom Hardynak az alakítása, hogyha egyáltalán lehet alakításnak nevezni, tehát hogy én nem értem, hogy nyilván szerződése van rá, azért vállalta el a második részt is, de hogy tényleg a forgatókönyv annyira gyenge, olyan béna párbeszédek vannak benne, és annyira nevetségesek, annyira negességesek az események, hogy egész egyszerűen tényleg, ahogy mondtam az előző Daisy streamben, én is ott ültem a moziban, és így néha szekunder szégyenem volt, miközben így néztem a vásznat, és volt két ember egyébként, akik így a felénél úgy döntöttek, hogy ők nem pazarolják tovább az idejüket erre a filmre, és elhagyták a mozitermet, soha nem tértek vissza, tehát nem mosdóba mentek, és igazából nekik volt igazuk. Tehát, hogy valójában nekem is fel kellett volna állni és kijönni, de nagyon kíváncsi voltam a filmvégi stáblista közbeni jelenetre, és mondjuk azért így megérte végig szenvedni a filmet, mert hogy az olyan dolgokat feltételez a stáblista utáni jelenet, amiből ilyen nagyon izgalmas dolgok kijöhetnek a jövőben. Szóval ennyi értelme volt a Venom 2-nek, de maga a film az nálam a minősítetetlenül katasztrofális kategória. Tehát, hogy még azóta sem tértem teljesen magamhoz, hogy végigültem, és hál' Istennek, hogy csak 96 perces volt, mert hogyha mondjuk 2 órás lett volna, vagy még annál is hosszabb, akkor Isten bizonyot kardba dőlök, vagy nem tudom, harakirit végzek el a moziteremben, annyira kínlódtam néha. És oké, a CGI az alapvetően rendben volt, szerintem jobban sikerült, mint az első részben, de hogy minden más egyszerűen szerintem értékelhetetlen. És igen, Jakudzi, nagyon jól tetted, hogy a Venom 2 helyett a Dűnére mentél, mert hogy szerintem a Dűne az egy kifejezetten jól sikerült film, tehát hogy így egyszerűen
nem is lehet őket egy mondatban említeni. Annyira, annyira, annyira egyszerűen elkeserítően rossz a Venom 2. De hogy örülök, hogy így túl vagyok rajta, tehát hogy így végre megcselekedtem, amit megkövetelt a haza, megnéztem, anélkül tudtam megnézni a végén a stáblista közbeni jelenetet, hogy elspoilerezte volna nekem az internet, és kíváncsian várom egyébként, hogy vajon ennek a stáblista közbeni jelenetnek ennek milyen hatása lesz a jövőben a különböző Marvel filmekre. Tehát, hogy erre roppant mód kíváncsi vagyok, hogy mit kezdenek ezzel az alkotók. Valószínűleg még egy jó darabig nem fog kiderülni, de ettől függetlenül tök érdekes. Tök érdekes volt, amit láttam. Nyilván most nem fogom elspoilerezni. Aki látta a filmet, az tudja, hogy miről beszélek, és aki pedig nem, annak pedig meghagyom a lehetőséget, hogy saját maga csodálkozzon rá arra a nagyjából másfél percre, ami az a stáblista utáni jelenet volt. Közben Jakuzi kérdezi, hogy az örökkivalókat megnézem-e, és biztos, hogy megnézem, így van. Ha minden jól megy, akkor már a héten meg fogom nézni, méghozzá a terveim szerint csütörtökön, és kíváncsi vagyok rá, annak ellenére is, hogy a kritikák, amiket olvastam egyébként a filmről, azok egyelőre nem kecsegtetnek túl sok jóval, nem tudom, hogy olvastátok-e, tudjátok-e, de jelen pillanatban az örökkévalók a leggyengébb értékeléssel rendelkező film a Rotten Tomatoes oldalon, ami hát olyan szempontból nem jó hír, hogy még a Thor 2-nél és az Iron Man 2-nél is rosszabb az értékelése. Én a Thor 2-t, illetve az Iron Man 2-t tartom az eddig készült legrosszabb Marvel filmeknek, és hogyha az örökkévalók azoknál is rosszabb, az igen nagy baj. Nem hiszem egyébként, hogy rosszabb lenne az örökkévalók, mint a Thor 2, meg az Iron Man 2, tehát hogy ahhoz tényleg komoly teljesítmény kell, hogy annak a két filmnek a szintjét valaki alulmúlja, de hogy a kritikusok értékelése alapján, akik már látták a filmet, hát az alapján annyira mégsem sikerült jól ez a film. De meglátjuk, szerdán kiderül, én ettől függetlenül is kíváncsi vagyok rá. Nyilván azért olvasom el a kritikákat, mert hogy érdekel alapvetően, hogy mit írnak mások, de az elsődleges szempont természetesen mindig a saját ízlésem maradt, tehát hogy azért még soha nem mentem el egy filmre, ami alapvetően érdekelt, mert egy kritikus azt írta, hogy neki nem tetszett. Úgyhogy szerdán meglátjuk, hogy vajon én is gyengébbnek fogom-e érezni ezt a filmet, mint a többi Marvel filmet, ami az elmúlt években jött ki. Bízom benne egyébként, hogy az lesz, hogy most egy picit így alább lőttem az elvárásaimat, és kellemes csalódás fog érni a moziban. Tehát, hogy ez lenne a legoptimálisabb kimenetel. Közben Jakuzi írja a chatben, nálam a Sötét Főnisszak a legrosszabb, ha az Marvelnek számít. Hát amikor én Marvel filmekről beszélek, akkor általában azokra a filmekre gondolok, amiket a Marvel Studios készített. Ugye az X-Men filmek, azok a 20th Century Fox égisze alatt jöttek ki, tehát hogy azokra nem szoktam speciál Marvel filmként hivatkozni, de mármint, hogy Marvel karakterek alapján készült film, így tudnám a legjobban megfogalmazni, de nem a Marvel film univerzumnak a részei, és hát nyilván egyébként az MCU-n kívül azért még jó pár olyan szuperhős film van, ami katasztrofálisan sikerült, és ide tartozik egyébként a Sötét Főnix is, ami a legrosszabb X-Men film az összes közül, tehát hogy ugye én láttam az összes X-Men filmet, és nem hittem volna, hogy az Apokalipszis című epizódot alul lehet múlni, de a Sötét Főnixnek sikerült. Tehát, hogy a Sötét Főnix is majdnem ilyen Venom szintű katasztrófa az én véleményem szerint. Tehát, hogy talán egy hajszállal jobb a Sötét Főnix, mint a Venom 2, de hogy valójában ez nem egy ilyen óriási nagy erény, mert hogy azért az nem olyan nagy teljesítmény, hogy jobb film legyél, mint a Venom 2. De hogy
Én az első X-Men-t szerettem, a második X-Men-t szerettem. Én nekem a harmadik X-Men filmmel sem voltak olyan nagy problémáim, mint sokaknak, tehát hogy nekem még az is kifejezetten szórakoztató volt. A kedvenc X-Men filmem egyébként az a Jövendő múlt napjai, szerintem az sikerült a legjobban, ami összemosta a két különböző univerzumot, úgymond. Tehát a First Class és a klasszikus X-Men filmeknek a szereplőit ugye összedolgozta. Szerintem az egy zseniálisan jó X-Men film volt. Ugye az Apokalipszis az ellenzel szemben már botrányosan rossz volt. Tehát, hogy egy teljes félreértés volt szerintem az a film. És hát igazából a First Class sem a szívem csücske, de hogy még azt is kifejezetten nézhetőnek tartom, igazából. Haj, és most elérkeztem az építés olyan részéhez, amit konkrétan gyűlölök, mert hogy nem bírom úgy bepattintani az alkatrészeket, ahogy az előírásban szerepel, úgyhogy szét kellett szednem. És most itt mi történik pontosan? Ugye ez így itt van. Ez pedig hova jön? Ja, ez pedig itt van. Így. És akkor ez kell... Na, megpróbálkozom ezzel. Jaj, közben Zsoltika 1988, köszönöm szépen a követést, megérkezett hozzánk közben Hugodzi, Ghosty és Mosré is. Szevasztok srácok, üdvözöllek titeket itt a ma esti, azaz, hogy ma késő délutáni streamben, aminek a keretében éppen a Lego Batmobilt próbálom összerakni, de hogy itt valami olyan problémába ütközök, amit nem értek. Hogy mi történik. Valamiért nagyon nem akar a helyére pattanni ez a rész. És fogalmam sincs, hogy miért, de valahogy megküzdök vele. Remélem, hogy nem kell visszabontanom annyira. Aha, azt hiszem rájöttem, hogy mi a baj. Mindig az van, hogy a nagy szövegelésnek az lesz a vége, hogy valamit... Ez az. Na! Srácok, bekerültek a helyére a szárnyak. Annak a csodálatos Batmobilnak a szárnyai. Úgyhogy... Kezd elképesztően Batmobilnak látszani ez a Batmobil. És közben látom, hogy Mosé írja, ez megéri a pénzét. Igen. Tehát, hogy azt gondolom, hogyha van Lego készlet, ami megéri az értekért nem kevés pénzt, jelenleg ezt a Batmobilt nagyjából ilyen 90 és 95 ezer forint környékén lehet beszerezni, tehát hogyha valamilyen Lego set megéri a pénzét, azt gondolom, hogy ez a Batmobil. Tehát, hogy annyira gyönyörűen néz ki, és olyan tökéletesen visszaadja a filmben látható Batmobilt, hogy arra nincsenek szavak. Egyszerűen gyönyörű, de hogy nem kell mondanom, mert látjátok. Csodálatos ez a set, elképesztően jó. Nagyon örülök, hogy végül megjött az eszem, és úgy döntöttem, hogy nekem ezt nem szabad kihagynom. És minél tovább építem egyébként, annál biztosabb vagyok benne, hogy ennek a setnek én szerezni fogok egy külön vitrint ide a lakásba, ugyanúgy, mint a Tumblernek. Jaj, közben hugod zírja, hogy újrafőzöm a kaján, melegítek a dézízésemre, közben beugrottam, nagyon jól fest a járgány. Köszönöm szépen. A nagy kamerát homályosabb, mint a kicsi. Egyébként ez valószínűleg azért van, mert hogy a kicsi kamerám az egyébként nem egy kifejezetten jó minőségű kamera. Isten igazából.
hanem egy elég egyszerű Logitech 1080p-s cucc, és a kis kamera képét pedig egy Samsung Galaxy S10 Plus biztosítja, aminek egész egyszerűen jobbak a kamerái, mint a webkamerámnak. Bármennyire is furcsa, de hogy egész egyszerűen a telefon jobb képet ad, mint a webkamerám. Bármennyire is hihetetlen ez, de így van. Sajnos ez a webkamera, ez a Logitech kamera, ez egy ilyen teljesen alap 1080p-s kamera, ami mellé egy viszonylag bénácska szoftver jár, amivel elég nehéz beállítani egyébként, hogy normális színű, meg bevilágítású képet tudjak biztosítani, és ezt ugye még a pandémia közepén szereztem, azaz, hogy elején, évelején, ilyen horror áron, mert hogy felment a webkameráknak az ára, és azóta is tervezem, hogy szerzek egy ennél jobb hardvert, de hogy egész egyszerűen sajnos még nem jutottam el oda, hogy lecseréljem ezt a picike kis Logitech kamerát, aminek sajnos megvannak a maga korlátai. Igen, valószínűleg, hogyha közelről nézed a képet, akkor látszik, igen, sajnos, hogy sajnos ennek a Logitech kamerának a képe nem olyan kristálytisztán, mint ami ennek kéne, hogy legyen. És akkor, na, tudom, hogy ez hülyén fog hangzani, de hogy néha picit jobb a képe, néha picit rosszabb a képe, valószínűleg függ attól is, hogy éppen milyen világítással dolgozom. Természetes fényben egyébként egész tűrhető képet biztosít, viszont ugye most odakint egyébként elég felhős, szürke idő van, úgyhogy kénytelen vagyok lámpákkal világítani ideben, és a lámpák fényét sajnos nem tudja olyan jól feldolgozni ez a kamera, mint amennyire szeretném. Na, itt valami nem jó. Vagy mégis? Itt valami nem jó. Valamit elrontottam. De nem. Szia, Debil Angel! Köszönöm szépen, hogy ma is csatlakoztál hozzánk, és neked is szép napot kívánok, Robin, sziasztok! Sziasztok! Hú, de bacerás itt ez a rész, ezekkel a szárnyakkal most azért eléggé, hát, szopok, hogy ilyen csúnyán fejezzem ki magamat. Valami nem jó. Valamiért nem tudom összepattintani itt a dolgokat, és nem jövök rá, hogy miért. Pedig minden úgy van, ahogy lennie kell. Közben Ghosty kérdezi, hogy a fekete anomália ott a heverőn, jól sejtem, hogy Sir Oberon a lakás helyzete? Igen, igen, itt, hogyha valakinek esetleg nem tűnt volna fel, ez a fekete folt itt, ez itt Oberon, aki éppen alszik.
Nem, egyszerűen itt valami, nem értem, hogy mi az Isten van. Megnézem még egyszer az összerakásit, mert hogy egyszer nem bírom úgy bepattintani, ahogy, ahogy az összerakási útmutató írja. Tehát, hogy itt most vagy elrontottam valamit, vagy nem értem, de hogy ez itt nem jó. Egész egyszerűen nem jó. De hogy nem tud, nincs elrontva, mert hogy ezt kellett megépítenem konkrétan. És mindent úgy csináltam, ahogy a leírásban van. És az a nagyon furcsa, hogy mindkét. Sőt, nem, Ácsi, itt. Mi? Na, az egyik szárny el van rontva, ez biztos. Ez most már 100%, hogy biztos, hogy el van rontva az egyik szárny. És már csak azt kell kitalálnom, hogy melyik. Hát ezt nem láttam jönni. Aha. Az a vicces, hogy igazából itt oké, de hogy nem jó, nem értem, nem jó, hát feszülnek az elemek. Miért nem jó? Hú. Jó. Akkor most kiveszem a szárnyakat, mert hogy itt valami csúnyán el van rontva. De jó. És itt rontottam el tuti valamit. Hát nem gondoltam, hogy pont a végén lesz majd ilyen kínlódás. De hát, ember tervez, Isten végez. Vagy nem tudom, hogy vagy a Lego végez, de hogy az én terveim azok most nem jöttek össze. Itt valami nagyon-nagyon nem úgy van, ahogy lennie kellene. Ráadásul mindkét esetben sikerült valamit elrontanom a szárnyon, úgyhogy kezdem előről ezt a szárnyas dolgot. Na, nézzük csak. Hú, na. Közben nem számít, kérdezi, mióta gyűjtöd a legókat, sok drága szetted van. Hát, nézzük csak, mióta gyűjtöm a legókat. Mikor is kezdtem el? 2009-ben kezdtem el ismét felnőttként legókat gyűjteni. És azóta rendszeresen vásárolok magamnak mindenféle készleteket, és akadnak egyébként olyan szettek, amiknek a tulajdonomban, amiknek tényleg egyébként kifejezetten húzós ára van. Többek között például ez a Batmobile is, amit éppen most összerakok, ez sem nevezhető egy olcsó modellnek, mert hogy ahogy említettem, ilyen közel 100 000 forintot kell most fizetni érte, hogyha az ember meg akarja vásárolni. Úgyhogy elég költséges hobbit választottam magamnak, az az igazság. És ezen kívül is vannak még olyan szettek, amik elég sokba kerültek. Például ennek a Batmobilnak a párja, a Batwing, az sem volt egy olcsó mulatság, annak idején a Tumbler sem volt olcsó mulatság, ugye megvan a hatalmas nagy csillagrombolóm, az sem nevezhető egy kifejezetten olcsó szettnek, tehát hogy az a helyzet, hogy én azoknak a Lego szetteknek az építését élvezem igazán, amik ilyen nagyok. Tehát a nagy több ezer darabos szetteknek az építése az, ami engem szórakoztat, és hát nyilván a több ezer darabos Lego szetteknek megvan az a úgymond hátránya, hogy
viszonylag sokba kerülnek. Tehát, hogy elég komoly összegeket kell kifizetni értük, de hogy mindig azt szoktam mondani, hogy még mindig inkább ez a hobbi, mint hogyha inkább drogoznék. Tehát lehetett volna rosszabb is a helyzet, fetrenghetnék itt delíriumban a kanapén, ahelyett, hogy legót építek, tehát hogy valószínűleg jobban jártunk így, hogy inkább legóra költöm a fizetésemnek egy hát viszonylag komoly hányadát. De hogy én nem bánom, szeretek legózni, tökre élvezem azokat az órákat, amiket építéssel töltetek, aztán pedig nagyon szeretek gyönyörködni a LEGO szettekben, amiket kirakok itt a lakásban, úgyhogy nem bánom, hogy ez lett a hobbim. Hú, és igen, nem számít kérdezi, hogy tervezed-e a hírharsonát is megvenni? Az a helyzet, hogy a hírharsona megvan, azt egyébként kihagytam a felsorolásból, de a hírharsona is megvan, pont itt velem szemben van, fenn a polcon, és az egyik nagy kedvenc LEGO készletem, hiszen, mint ahogy láthatjátok is, hatalmas nagy Marvel rajongó vagyok, és azt a szettet is egyébként stream keretében raktam össze, és egyébként már föltöltöttem a YouTube-ra is azokat a közvetítéseket, amikor a hírharsonát raktam össze, úgyhogy ha valaki esetleg kíváncsi rá, hogy milyen a LEGO-ból a hírharsona és milyen volt összeépíteni, az a YouTube csatornámon megtalálja egyébként azt hiszem három streamen keresztül raktuk össze a hírharsonát. Ja, semmi baj nem számít, gondoltam, hogy korábban nem voltál itt, de hogy a hírharsona építés az egy kifejezetten szórakoztató és jó hangulatú stream volt mind a három rész, mert tényleg, tehát hogy Pókember az egyik kedvenc hősöm, Marvel hősöm, és nagyon vártam már, sikerült, rájöttem, hogy mit rontottam el, úgyhogy sikerült összeraknom végre a szárnyat. Na szóval, tehát hogy azért volt nagyon jó élmény tényleg a hírharsonának a megépítése, mert hogy hatalmas nagy pókember rajongó vagyok, és régóta vágytam már egy olyan szuperhősös készletre, ami kifejezetten felnőtt építőknek szól, rajongóknak, olyan embereknek, mint én, és tök jókat beszélgettünk Pókemberről, meg úgy általában a Marvelről, meg mindenről, miközben megépítettem. Azt hiszem, ilyen 12 óra hosszán keresztül építettük azt a szettet, ha az emlékeim nem csalnak. Tehát, hogy az tényleg egy komoly kaland volt. Nagyon élveztem. Jó móka volt. Közben megérkezett hozzánk Amy J. Black és Marcs is. Sziasztok, lányok! Nem számít kérdező, hogy miért vagy ekkora pókember rajongó. Hú, hát erre nem könnyű válaszolni, Isten igazából. Tényleg egészen kicsi korom óta vagyok pókember rajongó. Tehát, hogy 8 éves voltam, mikor nagymamám megvette nekem az első pókember képregényemet, és akkoriban jelentek meg, 1989-ben jelentek meg Magyarországon az első szuperhősös képregények. Volt Batman, volt Superman, egy idő után voltak Teeny Ninja teknőcök, meg minden, és valahogy Pókember állt hozzám a legközelebb. Nagyon nehéz megmagyarázni, hogy miért. Lehet, hogy azért, mert őt is Peternek hívják. És így az évek során ő lett a legnagyobb kedvencem, és hiába vagyok már 40 éves, és hiába telt már el 31 év azóta, hogy elolvastam az első Pókember sztorimat, azóta is hatalmas nagy rajongó vagyok, nem véletlen, hogy van egyébként egy pókemberes tetoválásom is, meg gyűjtöm a pókemberes akciófigurákat, van pókemberes párnám, még a függönyöm is pókemberes, tehát hogy így pókember beragadt nálam. De hogy így nem tudom így exaktul megfogalmazni, hogy mi volt az Pókemberben, ami ennyire megfogott már kiskölyökként is. Tehát, hogy valószínűleg egyébként az volt, hogy ő is olyan szuperhős pókember, aki ilyen nagyon-nagyon emberi karakter. Tehát, hogy oké, hogy fel van ruházva a különleges képességekkel, és hálóhintázik, meg szuperereje van, meg pókösztöne, de a való életben pedig egy ugyanolyan esendő figura, mint bármelyikünk. Tehát, hogy néha
nem jön ki a fizujából, nincs pénze kifizetni az albérletet, nincsen kaja a hűtőjében, tehát hogy ilyen, olyan karakter, akivel nagyon könnyű azonosulni, és valószínűleg gyerekként ez ragadott meg engem is, hogy hiába beszélünk egy olyan szuperhősről, egy olyan karakterről, akinek különleges képességei vannak, ugyanolyan hétköznapi problémákkal küszködik egyébként, mint bármelyikünk, és ez lehetett az, ami engem is így pókembernél tartott, hogy így mondjam. Tehát, hogy nyilván Batmannek is megvannak a maga problémái, de hogy Batman mégiscsak egy milliárdos. Superman pedig egy űrlény, aki nem a földről származik, és ők nem olyan karakterek, akikkel így nem tudom, 8-9 éves gyerekként könnyen lehetett azonosulni, meg ugye ott volt akár Vasember, ő is egy milliárdos, akinek alkohol problémái vannak, szintén nem egy olyan karakter, akivel egy gyerek könnyedén azonosul. Viszont Peter Parker iskolába járt, csajozott, nem mindig sikerült úgy csajozni, ahogy szeretni kell, ahogy szerette volna, tényleg, tehát hogy így mindenféle magánéleti problémái voltak, és valószínűleg ez vezetett oda, hogy így tökre megkedveltem, és mind a mai napig olvasok pókember képregényeket, alig várom, hogy beülhessek a moziba a következő pókember filmre, úgyhogy most vagyok 40 éves, én azt gondolom, hogy ez a rajongás nagy valószínűség szerint már nem nagyon fog megváltozni a részemről, és én eznek örülök is, tehát hogy pókember forever. Na, közben azt látom, közben Mosli írt, hogy respekt, hogy beszéd közben arra is tudsz figyelni, hogy mit rontottál el, az évek meg a rutin. Tom Holland féle pókember filmeket is bírom-e? Igen, egyébként, ahogy említettem is, nagyon-nagyon várom, hogy megnézhessem decemberben az új pókember filmet. Én kedvelem a Tom Holland féle pókembert, és most jutottam el oda a chatben, hogy Jerry Field kiváltott egy random Funko Pop figurát, úgyhogy hozok nektek egy random Funko Pop figurát, és közben megköszönöm Echo Utto 2-nek a követés. Szia, Echo Utto 2, érezd jól magad itt nálunk, épp befejezem ezt a hatalmas nagy Lego Batmobilt, most pedig eltűnök néhány pillanatra, miután ittam pár korty vizet. Mert ugye egy picit kiszáradtam ettől a rengeteg szövegeléstől, tehát hozom Jerry Field a random Funko Pop figurát, ne menjetek sehova, egy pillanat és jövök vissza. Szóval, Funko Pop figura, ugye nyilván észrevettétek, hogy nem csak legókat gyűjtök, itt azért a hátam mögött egy része látszik a gyűjteményeknek, nem csak akciófigurákat gyűjtök, amiknek szintén látszódik egy része, nem csak képregényeket gyűjtök, de gyűjtök például Funko Pop figurákat is, ami ugye olyan figurákról beszélünk, hogy az ember ezeket vagy imádja, vagy gyűlöli. És a mostani random Funko Pop figura, ez egy ilyen videójátékos felhanggal is rendelkezik, ugyanis ez itt egy Diablo figura, amit, ha jól emlékszem, így 3 éve szereztem meg, és egyike a kedvenceimnek, mert hogy így sikerült tök jó formában funkósítani ezt a Diablo figurát, és igazából nem csak Diablo van meg Funko formában, de Tyrell is, úgyhogy lehet, hogy egy másik alkalommal, amikor random Funkót fogok mutogatni, akkor megmutatom őket is, úgyhogy Diablo, a ma esti egyik random Funko figura, be is rakom ide, és közben visszatérek a Lego Batmobilunkhoz, aminek egyébként csodálatosan haladok az építésével. Közben
Termálmitten is visszatért közénk. Szia, megérkezett anyukám, megérkezett Barni, úgyhogy nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a ma esti közvetítésben. Nyilván egyébként a chat mindenki előtt nyitva áll, hogyha van bármilyen kérdésetek, ötletetek, vagy bármi, amiről szívesen beszélgetnétek, akkor ne legyetek szégyellősek, írjatok. Igyekszek mindenre és mindenkinek válaszolni, hogyha esetleg nem válaszolok valamire, vagy valakinek, akkor nyugodtan írjátok be még egyszer a kérdést, mert hogy legózás közben nem minden üzenetet tudok, veszek észre azonnal, ezért nem tudok rájuk rögtön válaszolni, de természetesen mindenkinek igyekszem válaszolni, miközben itt pakolgatom ezeket a fekete elemeket. Egyébként már elképesztő, hogy tényleg a finishben vagyunk, mert hogy már az utolsó részletek kerülnek föl egyébként a Batmobilunkra. Úgyhogy ez ugye itt most a 22-es zacskó, annak is a vége, úgyhogy nem sokára meg vagyok az építéssel, és közben Barni kérdezi, hogy várod a The Batman filmet, és az egyértelmű, és válaszom az, hogy igen. Ugye nem is olyan régen érkezett meg a második előzetes, és az alapján nekem úgy tűnik, hogy egy kifejezetten jó Batman filmet fogunk kapni. Ugye ezúttal Robert Pattinson lesz a Batman, és lényegében megint egy egészen új Batman sztorit kapunk, és azt tetszik leginkább ebben az új Batman filmben, hogy nagyon úgy tűnik, hogy egy olyan Batman figurát fogunk látni a mozikban jövőre, amihez hasonlóra még nem volt példa filmes kivitelben. Tehát, hogy én nagyon féltem attól, hogy egyáltalán lehet-e még újat mutatni filmes Batman terén, hiszen gyakorlatilag az elmúlt 22 évből Robert Pattinson ugye az ötödik, sőt nem, a hatodik színész, aki Batman-t alakítja. Volt ugye Michael Keaton, aztán volt Val Kilmer, aztán volt George Clooney után jött Christian Bale, utána volt Ben Affleck, és most Robert Pattinson, a hatodik ember, aki... Bocsánat, nem 22 év alatt, az 32 év alatt lesz, bocsánat. Tehát, hogy 32 év alatt Robert Pattinson a hatodik színész, aki a filmvásznon, tehát hogy a filmvásznon alakítja Bruce Wayne Batman karakterét, mert hogy a sorozatos verziókat már bele se számoltam. Szóval egy kicsit féltem attól, hogy vajon ő... Az ő alakításában mennyire lehet egy új Bruce Wayne-t, egy új Batman figurát hozni a mozikba, és az előzetes arra enged következtetni, hogy van még craft ebben a karakterben, mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy egy ilyen igazi forrófejű és bosszú szomjas Batman karaktert fogunk látni 2022-ben, amire tényleg nem nagyon volt példa eddig, úgyhogy én a magam részéről nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a film, és biztos vagyok benne, hogy ilyen első napi megtekintés lesz a részemről. Na, elérkeztünk a kerekekig. Rakjuk föl a kerekeket a Batmobilunkra. Csodálatos. Lassan gurulni fog ez a Batmobil. Fantasztikus. Na nézzük. Helyre rakom az abroncsot. Aztán bepattintom ezt. Jaj! Valahogy úgy akarom megfogni, hogy közben ne törjön el róla semmi.
Jó. Helyére került az első kerék. Norbex 20, szia! Üdvözöllek itt a csatornán! Közben Barni kérdezi, hogy az új Marvel játékkal, a Galaxis őrzőivel játszottam-e, és igen, volt szerencsém kipróbálni. Nagyon sokat még nem játszottam vele, konkrétan az első pályát csináltam meg belőle PlayStation 5-ön, és az alapján azt kell, hogy mondjam, hogy egész szórakoztatóra sikerült a játék. Tehát, hogy az első pálya alapján azt tudom mondani, véleményem szerint a Galaxis őrzői játék az sokkal jobban sikerült, mint a Marvel's Avengers, ami ugye tavaly jelent meg. Tehát, hogy nyilván kicsit másfajta megközelítésű ez a játék, hiszen ez egy single player játék, nem egy multis cím. De hogy így a játékmenet, ahogy a karakterek interakcióba kerülnek egymással, meg az egész így kifejezetten szórakoztató volt. Tényleg nem játszottam vele sokat, szerintem összesen másfél órát, hogyha belerakhattam a játékba eddig, majd valamikor tervezem folytatni, az is eszembe jutott egyébként, hogy streamben kellene játszani vele. Úgyhogy ilyen teljesen kiforrott véleményem még nincsen róla, de így első körben én úgy éreztem, hogy ez így jobban sikerült. Jobban sikerült, mint a Marvel's Avengers, az ugye, aki korábban nézte a streamet, korábban elég sokat beszélgettünk a tavalyi Marvel's Avengers-ről, és hát az nem volt a szívem csücske. Kis Dió írja, hogy ez a Batmobile fixen megérdemel egy vitrint, és igen, ebben nincs vita. Tehát, hogy ennek a Batmobile-nak tényleg bele kell kerülnie egy vitrinbe, ez egészen biztos. Közben Whisky Neko megérkezett közénk, bekövetett. Szia Whisky Neko, köszönöm szépen a követést, érezd jól magad. Bízom benne, hogy szórakoztatónak fogod találni a csatornát, miközben éppen egy Lego Batmobilt építek össze. Közben megérkezett Napster is. Sziasztok, kíváncsi lennék, hogy a Lego azt mondaná neked, hogy bármit megcsinál neked Legóból, akkor mit mondanál nekik? Ez egy jó kérdés, hogyha fogalmazzuk át úgy, hogyha lehetne egy kívánságom, hogy milyen Lego készletet gyártson a Lego, akkor mi lenne az? Ez egy tök jó kérdés alapvetően. Hogy mi lenne az a Lego készlet, amire most azt mondanám, hogy hú, de jó lenne, hogyha a Lego megcsinálná. Srácok! Forduló ponthoz érkeztünk, még nem fejeztem be az építést, de fölkerültek a kerekek a Batmobile-ra, ami most már gurul. És tényleg még vannak részletek, amit meg kell építeni, de hát akkor is. Hát ez döbbenet, hogy milyen jól néz ki. Elképesztő. Elképesztően jól néz ki ez a Batmobile. Ez, hogy így csillog, meg minden, tehát, hogy ez tényleg lehet mondani, hogy drága, meg minden, de hát valami őrület durván néz ki ez a Batmobile. Csodálatos. Egyszerűen csodálatos. És gurul. Hát, fantasztikus. Fantasztikus. Nem tudok mit mondani. Szóval visszatérve erre a kérdésre, hogy mi lenne az a Lego készlet, amit mindenképpen elkészítetnék a Legóval. És most hirtelen az jut eszembe, hogy ugye beszélgettünk a hírharsonáról, hogy azt már összeraktam, és igazából tudjátok, minek örülnék? Mi lenne szerintem iszonyatosan király? Hogyha a Lego megcsinálná mondjuk a Stark tornyot, pontosan erről van szó,
pontosan erről van szó, hogyha a Lego megcsinálná a Stark toronyt akkora méretben, mint amekkora a hírharsona, és így egymás mellé lehetne őket rakni. Na az iszonyatosan király lenne. Azt nagyon bírnám, azt tetszene. Tehát, hogyha most kérhetnék valamit a Legótól, akkor az mindenképpen az lenne, hogy készítsenek egy Stark tornyot akkora méretben, olyan részletesen, mint amilyen a hírharsona, sőt, hogy ha már méretekről beszélünk, akkor legyen nagyobb, mint a hírharsona. Mert ugye a Stark Tower ugye New York felé hatalmasodik, úgyhogy nagyobbnak kell lennie, mint a hírharsona. Tehát, hogy így ilyen legalább 6-7 elemes Stark Towert szeretnék kérni a Legótól. Egy igazi gyűjtőknek való hatalmas nagy Stark Towert, mert hogy ugye, ahogy már volt korábban hírharsona a Legónál, úgy a Stark Towerből is készült már szerintem legalább 2 változat, de hogy azok ilyen picikék, és hát nem is sikerültek túl jól, mert hogyha jól sikerültek volna, akkor benne lennének a gyűjteményemben, és Robin nagyon jól mondja, tehát hogy egy 180 centis Stark Tower, ami azt jelenti, hogy még nálam is magasabb lenne. Hát azt imádnám. Nyilván kerülne vagy 500 000 forintba, de hát egyszer élünk, nem igaz? Napster írja, és neki is igaza van, én a vissza a jövőbe DeLorean-t kívánnám, mondjuk olvastam róla híreket, hogy elvileg lesz, és tényleg én is olvastam pletykákat, hogy elméletileg a DeLorean-ből is készül olyan változat, mint amilyen a Szellemírtók Ecto van volt ugye idén, évelején, vagy talán tavaly, már teljesen összefolynak a fejemben a dátumok, de igen, tehát hogy egy DeLorean-t is nagyon szívesen összeraknék, akkora méretben, mint amekkora a Batmobile, azért az nagy királyság lenne, tehát hogy annyira vagyok vissza a jövőbe rajongó, hogy azt simán megvenném, tehát hogy egy nagy DeLorean-nek lenne hely a gyűjteményemben, nekem ugye megvan a kicsi is, ugye ez volt a második Lego Ideas készlet, ez a vissza a jövőbe DeLorean, amit én szeretek, de hát lássuk be, nem annyira sikerült visszaadni ezt a formát, amit a DeLorean képvisel, úgyhogy tök jó lenne, hogyha elkészülne ebből egy nagy változat. Ugye ne feledjük, hogy a Szellemírtókból az Ecto van is először ilyen pici minifigura méretben került a boltok polcaira, ez is egy Lego Ideas set volt, és idén megkaptuk ezt az Ecto, ennek az új verzióját akkorában, mint a Batmobile, szóval van rá esély. Van rá esély, hogy lesz, megkapjuk szépen azt a gyönyörű DeLorean szettet, amire már mindannyian nagyon régóta vágyunk. Ti is vágytok rá, még akkor is, hogyha eddig nem tudtátok, hogy vágytok rá. Ebben egészen biztos vagyok. Szóval igen. A Stark Tower mellé jöhet egy igazi gyűjtői DeLorean is. Vevő vagyok rá. Közben Damvicsád írja a chatben, hogy az a baj, abból a készletből szerintem az lenne, hogy az új 180 centis Lego Stark toronyhoz keresek új albérletet. Egyébként ez szerintem eddig a legreálisabb chat üzenet, ami ma érkezett. Tehát, hogyha megjönne a 180 centis Stark torony, akkor azzal a lendülettel neki is állhatnék új albérletet keresni. Mert hogy konkrétan be se férnék már vele ide. De hát azt hiszem, hogy egy Stark Tower megér egy új albérletet. Úgy gondolom, hogy ez egy ilyen kompromisszumos megoldás lenne. Tehát, hogyha a Lego úgy dönt, hogy elkészíti nekünk a 180 centis Stark Towert, akkor megígérem, hogy én keresek neki egy új albérletet. Azt hiszem, ez egy ilyen teljesen vállalható deal, nem? Tehát, hogy Lego, kérem szépen a Stark Towerem, cserébe lesz neki albérlet. Júj! Súlyra se semmi egyébként ez a Batmotyó. Hú, na! Most, hogy felébredtünk és hozzáért a fenekünk a hideg falhoz,
folytatódhat az építés. És most fogom megépíteni egyébként a hátsó fényszóróit a Batmopsinak. Több mint 3,5 kilós a Batmobil. Igen, érzem, hogy ebben van anyag. Tehát, hogy 3,5 kiló tiszta műanyag. Viszkinek újja, hogy nekem még új albéletet sem kellene keresni, mert 3 méter a belmagasság, van még galéria. Na, az tök jó. Akkor nekem már egy problémával kevesebb. Nekem azt hiszem egyébként tényleg, tehát, hogy... Hogyha lenne egy ekkora Stark Tower, nem csak a belmagasság miatt, de hogy a Földön se nagyon tudnám már hova rakni, úgyhogy tényleg kénytelen lennék keresni egy albérletet, ahová beköltözhetem én és a 180 centis Stark Tower-ön. Obi megmászná. Hát, hál' Istennek egyébként szerencsére nem. Tehát, hogy Obika tényleg már túl van azon az időszakán, az életének azon időszakán, amikor ő még megmászott dolgokat. Tehát, hogy ő már boldog attól is szerintem, hogy fel tud mászni a kanapéra. Úgyhogy tényleg teljesen őszintén mondom, hogy hál' Istennek Obikától nem kellene féltenem a képzeletbeli Stark Towerünket, mert hogy ő már tényleg a maga 16 évével ő már nem ugrál. Tehát, hogy a legnagyobb teljesítmény mostanában az életében az, hogy ide megérkezik a streamekbe. És néha már látom rajta, hogy abban is elfárad. Kipufogók vannak éppen soron. Nagyon menő kipufogói vannak a Batmopsinak. És fölraktam egyébként most egy olyan alkatrészt, amivel ki tudom csavarni, ugye, a gépágyunkat. Ugye? Ki tudom csavarni. Ennek biztos, hogy így kell lennie? Hogy így? De valószínűleg igen. Ugye? Ennek így kell lennie, hogy így lelöki. Igen. Tehát, hogy ez így működik, hogy így lepattintja a gépágyú ezeket az elemeket. Erre nem is emlékeztem, hogy a filmben is így van. Na mindegy. Valószínűleg a filmben is így van. Különben nem így kellett volna megépíteni. De minden esetre igen. Tehát, hogy kijönnek a karosszériából a gépágyúk. És Whisky Neko kérdezi, Obi egy háziállat? Igen, Obi egy cica. Oberon, aki Oberon a becsületes neve, Oberonnak szoktuk becézgetni, és Oberon egy 16 éves cica, aki most itt alszik a kanapén, és rengetegszer elő szokott fordulni egyébként, hogy így megérkezik a streambe, ide fölmászik az asztalra, és itt nyávog nekem. És szórakoztatja a nézőket, úgyhogy egy csodálatos kis lény Oberon, bár néha elég idegesítő, de ettől függetlenül egy csodálatos kis lény, akit nagyon szeretek. És állandó részvevője egyébként tényleg a streameknek. Na, közben Genma írja, hogy Hali a filmben is így volt megcsinálva, hogy ledobja az ágyú a borítást. Na tessék, tökéletes makett ez. Tökre, na, őszinte leszek, nagyon nem emlékeztem arra, hogy pontosan hogy is üzemel ez a Batmobile a filmekben, de akkor megnyugodtam, hogy nem én rontottam el valamit, hanem ennek konkrétan így kell működnie, hogy lehajítja szépen a karosszéria egy részét az ágyú, amikor felpattan, és egyébként most pedig a hátsó, nem is tudom minek nevezzem ezt, nem kipufogó, hanem a hajtóműnek a lángvető részét építem éppen meg. És nagyon vicces egyébként, láttam egy dokumentumfilmet, amiben elmesélték, hogy a filmben
tehát a 89-es Batman filmben konkrétan egy repülő hajtógépet, hajtóművet használtak ahhoz, hogy működjön a Batmobil, tehát hogy így tényleg be is robbantották, és a hajtómű annyira zabálta az üzemanyagot, hogy nagyon oda kellett figyelni arra, hogy mikor bedurrantják, akkor meg is legyen a felvétel, mert hogy nagyon kevés üzemanyaguk volt ahhoz, hogy égetni tudják ezt a hajtóművet, ami ott van a Batmobilnek a hátán. Úgyhogy Tim Burtonék nem vicceltek. Egy pillanatig sem vicceltek az öreg Timék, mikor megalkották a Batmobilt. Egyébként most már tényleg az utolsó simításokat végzem, mert hogy ezek az utolsó elemek, amiket össze kell rakni. Hunor, szia! Szép jó estét kívánok neked is. Bár mondjuk még csak 4:30 van, de hogy megy le a nap, úgyhogy teljesen nekem is már este hangulatom van, pedig hát még csak késő délután van, de hogy tökre olyan, mintha már este lenne. Na! Kérem szépen, kész van a hajtómű, amit most felhelyezek a helyére. Hups! Ellentartok. Na! Megvan a hajtómű. Attól tartok, hogy nincsen. Nincsenek lángok, kicsapó lángok a hajtóműből egyelőre, de megmutatom nektek, hogy így néz ki egyébként a hajtómű beépítve, és hát mondjuk ki, hogy ez kurva jó. Tehát, hogy zseniálisan jól meg van csinálva. És Isten igazából az van, hogy maga a Batmobile az elkészült. Lényegében 23 zacskóból kellett megépíteni, és itt van. Egyébként a hajtóművet forgatva lehet előhozni a gépágyukat az orrában. A Batmobilnak, tehát hogy a hajtóművet tekergetem, amikor kijön. Hopp, ezt így beállítom, így, és egy picit rá is zoomolok, hogy jól lássátok. Ez az, így. Tehát, hogy a hajtóművet tekergetem, és akkor szépen kijönnek belőle a gépágyuk, meg visszamennek a gépágyuk. Azért ez tök jó, hogy megcsinálták. Illetve, ugye mozgó rész még az, hogy szépen ki lehet nyitni a pilóta fülkét, és pont úgy működik egyébként, mint a filmekben, hogy így előre csúszik a pilóta fülkének a teteje. Ez is zseniálisan jól meg van csinálva. És az utolsó zacskó ugye 24 zacskóból áll ez a Lego készlet, és az utolsó zacskó, amit megépítünk, az nem más, mint a speciális állvány, amire majd rá tudom rakni egyébként a Batmobilunkat. Most igyekszem úgy helyezni, hogy miközben én itt dolgozom, addig ti azért lássátok szépen a végeredményt, visszazoomolok a kamerával, és jön az utolsó zacskó, a 24-es, amiben nagyon vicces egyébként, hogy a Lego az utolsó zacskóra tartogatta a Joker minifigurát, amit most gyorsan össze is pattintok. A klasszikus Jack Nicholson féle Joker, akinek van egy kis pisztolya is. A klasszikus Western pisztoly egyébként, tehát hogy ezen nem változtatott semmit. 20 évvel ezelőtt ugyanilyen pisztolyok voltak a Western készletekben, és itt van. Itt van a Joker figura. Azt kell mondanom, hogy elég jól sikerült. Tök menő. Úgyhogy összesen 3 minifigura tartozik a set mellé. Egyrészt van Batman, van ugye Joker, és van egy Vicky Vale figura. És igen, Karez 48 mondja, it's a final countdown. Így van, elérkeztünk. Elérkeztünk egyébként az építésnek
az utolsó, tényleg utolsó szakaszához, hiszen már csak az állványt kell összerakni, ami egyébként ilyen speciális kivitel, tehát hogy amikor majd rárakom, akkor forgatható lesz a Batmobile. Igen, az ikonikus mondat, Karez táncolt valaha az ördöggel sápadholt fénynél. Király. Az az igazi, ikonikus filmes mondat. Meg is jött egyébként a kedvem, hogy megnézzem újra, a Batman-t, és közben nem tudom, lehet, hogy miközben nézem a Batman-t, az ölembe fogom venni az új Batmobilomat, és majd simogatom a macska helyett. Na jó, nem azért ez túlzás. De hogy így majd néha így rásandítok fél szemmel, hogy igen, igen, itt van a Batmobilom, király vagyok. Hú. Szóval igen, azt hiszem a Netflixen egyébként fent van. Fent van egyébként a 89-es Batman, úgyhogy ha hozzám hasonlóan, ne adj Isten, megjött volna a kedvetek, hogy megnézzétek a mai stream után, akkor a Netflixen megtehetitek. Ah, Batobil. Küldtem a Lego szobába linket, B-t, mindenképpen ránézek majd, hogyha végeztem, ami egyébként most már tényleg nincsen messze. Igen, igen, egyébként azt a pont nem is tudom, beszélgettük, talán streamben beszélgettünk róla, hogy tök érdekes, hogy hiába vannak manapság egyébként tök menő képregényfilmek, szerintem egyik modern képregényfilmhez sem készült annyira ikonikus és azonnal felismerhető zene, mint például a Batmanhez, vagy annak idején a Supermanhez. Tehát, hogy Danny Elfmannek a Batmanes muzsikája azért az még mind a mai napig képes Liva Bird kiváltani belőlem. Szeretem, én például szeretem az Avengersnek a témáját is, de hogy még azt sem tartom annyira ikonikusnak, mint a Danny Elfman féle Batman indulót. És nem tudom, egyébként ugye volt ez a borzasztó Justice League film, amiről szintén rengeteget beszéltünk, de hogy nem tudom, hogy nektek feltűnt-e annak idején, amikor néztétek, hogy amikor a végén van a nagy finálé, és ugye ott vannak Oroszországban, vagy hol, akkor amikor Ben Affleck benn van a Batmobile-ban, akkor így az egyik szám alatt így a háttérben felcsendül egyébként a 89-es Batman filmnek a zenéje. Igen, Bosré, arról beszélünk, igen. Tehát, hogy az emlékszem, hogy meghallottam a moziban, és így libabőrös lettem tőle, és az egy tök jó pillanat volt, mikor ott felcsendült a zene. Közben írta valaki, hogy a Hans Zimmer féle Batman zene is tök jó. Egyébként igen, én nagyon szeretem egyébként a Hans Zimmer féle Dark Knight filmzenét is. Egy csomószor szoktam hallgatni, csak úgy. Tehát, hogy nekem le is van töltve a telefonomra, és néha szoktam hallgatni. És bár tök jónak tartom, de szerintem nincs annyira ikonikus, mint a Danny Elfman féle Batman dallamok. Tehát, hogy a Batman téma. De ettől függetlenül imádom Hans Zimmert, és egy picit fáj is a szívem, hogy el kéne menni a budapesti Hans Zimmer koncertre, mert nem olyan régen megnéztem a Netflixen a prágai koncertjét, fent van róla egy koncertfilm, és meghallgattam ilyen normális hangrendszerrel, és hát instant liba bőr, majdnem 2 óra hosszán keresztül. Egyszerűen az az ember, az egy zseni. Döbbenetes, hogy milyen zenéket írt, meg ír még mindig. Elképesztő. Imádom a Hans Zimmer féle filmzenéket.
Lehet, hogy kéne egy rendes fűtés, hogy hennyit vagy libabőrös. Lehet. Júj. Hupszi. Na. Nem is tudtam. Igen, ugye ehhez a szethez is tartozik egyébként egy ilyen táblácska. Az összes ilyen nagyobb Lego szet mellé, ami ilyen gyűjtői kiadás, tartozik általában egy ilyen táblácska, amin a járműnek az adatai szerepelnek. És természetesen a Batman-eshez is készült egy ilyen táblácska. És ezt egybe kell majd építeni a talapzattal, ahogy nézem. Viszont... De nem, hát... Nem így van, hanem így. Aha. Megértettem végre, hogy mit rontok el. Valami nem jó. Ja, már értem. Így kell lennie. Tehát, hogy így fog kinézni ez a kis tároló. És erre jön most ez a hatalmas nagy matrica. Az utolsó matrica egyébként. A Lego szedből. Megpróbálom úgy felrakni, hogy ne legyen buborékos. Így. Sikerrel jártam. Itt lesz az alján a matrica. És most már tényleg halkan a háttérben el lehet kezdeni dúdolni a Final Countdown, ugyanis konkrétan, és mondjuk lehet, hogy ez egyébként már egy kétemberes feladat lenne, de hogy most így ide be kell pattintani. Mondom, be kell pattintani. Na tehát, így néz ki ez a talapzat, hogy lerakjuk. És ugye itt van szépen a kis táblácska, és így lehet rajta mozgatni
a Batmobilunkat. Tehát, hogy nem csak így áll a földön, hanem konkrétan így konkrétan lebeg a levegőben ez a Batmobil, hogyha rárakjuk erre a kis talpacskára, és szépen lehet rajta körbe-körbe forgatni, hogy minden részletét meg lehessen mutatni a lakásba tévedő, szájtátva bámuló ismerősöknek. Így. Valószínűleg ilyen formában fog egyébként ez a Batman bekerülni abba a vitrínbe, amiről már olyan sokat beszélgettünk korábban. Ugye van ez a Krixbox nevezetű vállalkozás, ahonnan már én is rendeltem kettő darab vitrint, és ez egy gyöngyösi srácnak a kis vállalkozása, aki konkrétan egyrészt konkrét Lego szettekhez készít vitrineket, de egyébként lehet tőle egyedi méretben is rendelni, és én a Lego Tumblernek rendeltem eddig egy vitrint, illetve az Apollo 11 Holdcompnak, és hát teljesen nyilvánvaló, hogy ennek a gyönyörű Batmobilnak is muszáj lesz beszerezni egy vitrint, és Pancake Speedy írja, hogy hát ez kurva jó, és igazából tényleg teljesen király. Hó, Lego modolt forgató talp, amit lehet forgatni Lego infrás távirányítóval. Micsoda? Arról tudni akarok én is. Közben egyébként az utolsó részét, tényleg már az utolsó részét építem a Batmobilos szetnek, ami nem más, mint a minifiguráknak a kis diszpléje, a tárolója. Ez egyébként pontosan ugyanolyan, mint amilyen a Batwing mellé is készült. Megépítem a két széleire a vízköpőket, és amint megvannak, akkor végre ki tudom jelenteni, hogy elkészültünk. Ó, szia Zsolt! Köszönöm szépen a raidet! Szevasztok, srácok! Az van, hogy pont a fináléra érkeztetek meg, ugyanis 5 hosszú streamet követően végre ma este a Lego Batmobile építésének a végére értem. Láthatjátok, hogy elkészült a Batmobile, amit már rá is raktunk egyébként a forgatható talapzatra, úgyhogy meg tudjátok csodálni, ahogy forgatom ezt a gyönyörű Batmobilt, amit most nem tudok teljesen elforgatni, mert útban van a laptopom, de hogy kész van a járgány, és az utolsó, tényleg a legutolsó simításokon dolgozom, ugyanis a készlet mellé járó minifigurákhoz van még egy display, amit össze kell rakni, és éppen ezen ügyeskedem, hogy ez is elkészüljön, még felrakom rá a minifigurákat, és ezzel lényegében tényleg a végére érünk a Batmobile építésnek, ami egy fantasztikus kaland volt egyébként a maga módján. Nem gondoltam volna, hogy összesen 5 stream lesz, mire meg tudom építeni, de Isten igazából nem bánom, mert hogy mind az 5 streamre tök jó társaság gyűlt össze, tök jókat dumáltunk, és kicsit sajnálom is, hogy így véget ér az építés, mert hogy tényleg egy kiváló szettet fejeztem be ma este. És egy picit hiányozni fog, hogy építhessem ezt a szettet. Ez az igazság.
Most azt nézem, hogy minthogyha kihagytam volna két alkatrészt az építésből, mert hogy vannak itt bónusz alkatrészek az asztalon előttem. Így néz ki egyébként a display. Itt láthatjátok a két vízköpőt a displaynek a két oldalán. Ugye Joker már itt van, őt most rárakom, és elszaladok a másik két mini figuráért is. Ide kerül Wikivale, illetve ide kerül Batman, és így néz ki a display, mikor végzünk. Lehet, hogy egyébként itt kellene mutatnom, mert itt jobban látjátok. Így néz ki a display. Na, hú! Most azt nézem, hogy hiába van itt ez a két extra alkatrész, ezek valójában nem kellenek sehova. Tehát, hogy nem hagytam ki őket valójában. Mert hogy rajta vannak a Legón. Azt nézem egyébként, hogy ez az alkatrész, ez vajon hova kellett volna? Tehát, hogy ez is kimaradt a szedből, de hogy ez vajon hova kellett volna raknom? Lehet, hogy lehagytam valahonnan. De hogy nem emlékszem. Alternatív orrész. Ez fixen megmaradós. Akkor ez... De hogy ebből kettő volt? Ebből beépítettünk egy másikat valahova? Vagy ez csak így benn van a szedben? Tök furcsa, hogy egy ilyen alkatrész kimaradt. Szokott lenni egy-két extra darab, igen, most is fennmaradt, csak hogy ez akkora hatalmas nagy alkatrész ahhoz képest, amik meg szoktak maradni, hogy tök furcsa. Tehát, hogy ennek nem kellett volna megmaradnia, de hogy nem is emlékszem, hogy ilyet beépítettem volna valahova. De azt írja Genma, hogy ez fixen megmaradós, úgyhogy én elhiszem neki. Mert hogy azt tudja, észrevettem volna, hogy egy ekkora alkatrészt, egy ilyen különleges alkatrészt nem építek be valahova. És fel van bontva a zacskó, ami azt jelenti, hogy egyet azért valahova beraktam ebből. Ja, igen, ugye egy darab, az be van építve az orrába. Egy darab be van építve ugye az orrába. Ott van benn az orrában az alkatrész, ott láthatjátok. És szerintem az van, hogy egy csomó készletnél szokott lenni olyan, hogy ezeket az alkatrészeket együtt gyártják, és együtt is csomagolják, és úgy kerülnek be a szedbe, hogy akkor is bekerül egy extra alkatrész, hogyha valójában nincs szükség hozzá a modellhez. Tehát, hogy emlékszem, hogy például pókemberes készleteknél van olyan, hogy ilyen extra hálódarabkák vannak ott, amik valójában nem részei a készletnek, de mivel azokat egybe szokták csomagolni, ezért benne vannak az adott készletben. Ez a magyarázat. Jól van, megnyugodtam, hogy nem hagytam ki semmit ebből a LEGO készletből. Az a lényeg, srácok, hogy elkészült ez a fantasztikus Batmobile, és hát nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy az egyébként meglehetősen jelentős LEGO gyűjteményemnek az egyik legszebb darabjával van dolgunk. Tehát, hogy megemelem még egyszer talpastul mindenestül. Egyszerűen gyönyörű. Gyönyörű ez a LEGO. Nagyon szépen ki van dolgozva, tökéletesen visszaadja
az eredeti járműnek az összes jellegzetes vonását, gurul, vannak rajta mozgatható alkatrészek, és legalább olyan súlyos, mint a macskám. Nagyon jól írja Hajni, tehát hogy konkrétan ez a Lego set majdnem annyit nyom, mint a macskám. És hiába mondogatja Helios, nekem nem lesz Titanic készletem. De hogyha mégis lesz, akkor a streamben fogom összerakni, ne aggódjatok. De az a legvalószínűbb, hogy nem lesz Titanic. Nem lesz Titanic ebben a háztartásban, pláne nem Legóból. Na, viszont tényleg befejeztük. Jaj, bocsánat, hogyha lehajnilasztalak, és nem Hajni vagy M. Hajnal, ne haragudj, bocsánatot kérek, hogyha nem szereted ezt. Többet nem fog előfordulni. Szóval, srácok, megtörtént az építés, és kész vagyok. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a közel 2 órás építésen, ami ugye ma délután történt, meg egyébként is köszönöm mindenkinek, aki velem volt az elmúlt 4 stream során. 5 alkalom kellett hozzá, de végül elkészült ez a fantasztikus Batmobile. Nagyon boldog vagyok, egyrészt, hogy kész van, egyrészt, hogy ennyire csodálatos, meg egyrészt annak is nagyon örülök, hogy ilyen szórakoztató streameket sikerült végeredményben összehorakni, miközben építettem. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, nagyon szépen köszönöm a követéseket, a feliratkozásokat, a kommenteket, a beszélgetést, mindent. Most jön a búcsú pillanata, és azt tudom mondani egyébként, hogy valószínűleg természetesen a héten még lesznek streamek. Azt sem tartom egyébként elképzelhetetlennek, hogy már holnap este streamelni fogok. Figyeljétek majd a Discord szerverünket, ott mindenképpen jelezni fogom időben, hogy mikor lesz a következő stream, be is írtam a linket a chatbe, tehát hogyha valaki szeretne csatlakozni a Discord szerverünkhöz, akkor itt a soha vissza nem térő alkalom. Holnap este valószínűleg egyébként játszani fogunk. Mondjuk még van Lego szettem, amit össze lehetne rakni, de valószínűleg játszani fogunk. De a Discordra mindenképpen megírom, hogy mikor lesz stream, illetve megnézem, az ismerőseim közül megint nincsen senki, aki most éppen streamelne, úgyhogy ha van ötletetek, hogy kihez raideljek, akkor várom a tippeket a chatben, és közben Barbie szónak nagyon szépen megköszönöm a követést, bízom benne, hogy nem csak most érkeztél, és szórakoztatónak találtad ezt a ma esti Batman-es Lego streamet, természetesen a jövőben is lesz Lego stream, szinte biztos, hogy nem ez volt az utolsó Lego készlet, amit életemben megvásároltam, úgyhogy biztos, hogy lesz még Lego stream, a héten még fogunk videójátékozni, illetve eszembe jutott az is, hogy lehetséges, hogy streamben fogom összerakni azt az 1000 darabos puzzle-t, amit Noémitől kaptam. Erről a puzzle-ről van szó, ami 1000 darabos és marveles, Alex Rossnak a festményei rakhatók ki puzzle-ből, és arra gondoltam, hogy lehet, hogy elveszem Zsófi kenyerét, és puzzle-özni fogok, miközben beszélgetünk. Mert hogy ilyet még úgy sem csináltunk soha, úgyhogy még az is elképzelhető, hogy hétvégén ez lesz a program, a videójátékozás mellett, úgyhogy készüljetek rá, hogy lesz még itt puzzle is a Lego mellett. És közben egyébként nem érkezett tipp arra, hogy kit raideljünk, úgyhogy ma este akkor nem raidelünk, viszont még egyszer nagyon szépen megköszönöm, hogy itt voltatok velem, remélem, hogy jól éreztétek magatokat, és találkozunk legközelebb is a vasárnap helyett hétfő hátralévő részéhez. Jó pihenést kívánok! Sorozatozzatok, feküdjetek a kanapén, egyetek, igyatok, pihenjétek ki magatokat holnapra,
mikor valójában elkezdődik a munkahét, vagy a suli hét, vagy kinek micsoda. Nagyon örülök, hogy itt voltatok, és további szép estét kívánok. Találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!